Szeretettel köszöntöm a vonalban Súrjáni Dávid, közel-kelet szakértőt. Szerbusz, Dávid! Szerbusz, Kati! Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat! Úgy tűnik számomra, hogy egyre kevésbé zavarja a közvéleményt mindaz, ami október 7-én történt, ellenben ami utána történik, az folyamatosan foglalkoztatja, és nem is egyszerűen elfeledkeztek október 7-éről, hanem gyakorlatilag most már az ellenségkép személyében létezik Izrael. És ennek egyik jelét, amit szerettem volna tőled megkérdezni, hogy ez hogyan fog ez lecsapódni vajon, hogy az ENSZ ügynökségen, az UNRWA-n, ami ugye palesztinok számára biztosítja a segélyeket, kiderült fehéren feketén, tehát ez nem feltételezés, hogy nagyon sokan részt vettek az október 7-i merényletben, illetve már az azt megelőző évek, évtizedek során a tankönyveik által sikerült radikalizálni a palesztin népet. Ennek ellenére ezt az első lelkesedésben megszüntetett támogatást azonnal elkezdték visszaszivárogtatni az EU-s országok, olyannyira, hogy gyakorlatilag az Európai Bizottság bejelentette, hogy növelni fogja a palesztin népnek nyújtott segélyeket. Meddig lehet létezni egy ilyen kettős mércében? Hát egy nagyon, nagyon bizarr és nagyon történelmi távlatokból nézve igencsak ijesztő folyamatot írtál le, amivel teljes mértékben mondhatnám egyet kell értsek, nagyon szomorúan, mert valahogy nagyon egyszer leegyszerűsödve érződik a mostani világpolitikának a működése. Egyszerűen a nagyobb számok törvénye alapján azt nézik, hogy ha egyik oldalon történt egy támadás, annak ennyi áldozata van, de arra való válasz, annak mennyi áldozata van, és mekkora pusztítással jár egy viszontcsapás, vagy válaszcsapás, amit most ugye Izrael részéről érzékelünk már október 7-e után óta. Valahogy az egyszerű számok és a többség elv alapján úgy tűnik, hogy a közvélemény Izrael ellen kezd állást foglalni elég egyértelműen, hiszen most már több tízezer palesztin áldozatról beszélnek, több százezer belső menekültről, és egyelőre számomra, mielőtt az UNRWA-ra rátérünk, nekem ott kezdődik el a probléma, hogy onnan kijövő információknak a megkérdőjelezése nem történik meg, annak ellenére, hogy egyetlen egy hiteles forrás sincsen, mondhatnám on the spot, tehát helyszínen, hanem azok, akik arról számolnak be, hogy mennyi áldozat van, mennyi sebesült van, mekkora infrastruktúrális pusztítás történik az izraeli hadsereg beavatkozásai révén, erről hiteles információkkal nem igazán tudunk rendelkezni, mert az ott lévő ENSZ már teljes mértékben hiteltelenítette magát a te általad említett okokból, illetve az ottani helyhatóság, hogy úgy fogalmazzak, az maga az a terrorszervezet, amely kegyetlen brutális mészárlást hajtott végre izraeli lakosok ellen október 7-én, amelyet utána úgy interpretált saját maga, mint nem civilek elleni támadás, hanem kifejezetten katonai jellegű beavatkozás. De hát könnyű dolguk van, ugye, mert hogy Izraelben mindenki katona köteles, tehát ők mondhatják, hogy de hát ott mindenki katona, tehát nincsenek civilek. Akkor megtámadtak, az mind katona. Így van, ez az egyszerű olvasata, másrészt pedig egyszerűen teljesen nyílt hazugságba rá is vetemedett némelyik Hamasz vezető, különösen a Katarban élő elszentelenedettek, akik azt is megfogalmazták, hogy konkrétan az, ami a Nova Fesztivál, meg stb., ami történt, ugye, hogy konkrétan cibulizó fiatalokat mészároltak, ezt így, ahogy van, egy az egyben letagadták, és azt mondták, hogy a káoszban, amikor megtámadtak közelben lévő katonai támaszpontokat, abban a káoszban az izraeli hadsereg maga mészárolta le a saját embereit. Nekem nem is ez zavarna, hanem engem az zavar, hogy ez csont nélkül elhiszi a nyugati közvélemény, ahol én úgy tudtam, hogy a sajtónak, a médiának lenne egy bizonyos szabályozása, vagy ilyen akár double checking is, nem, de itt mintha egy teszten se kéne átmenni bizonyos információknak.
Hát talán itt a Nova Fesztivál kapcsán ezeket, tehát hogy nem civileket nem öltek volna, ez talán nem ment át, ezt azért nem látom, hogy normális sajtótermék megkérdőjelezni, inkább jön a már említett gonosz matematikai elvekkel, hogy de viszont a válaszlépés mennyire arányos, amennyiben 1200 vagy 1400, még nem biztos továbbra sem a szám, hogy hány izraeli halottra, ha 20 000 vagy több 10 000 palesztin halott van, akkor az, hogy arányos. Természetesen az is probléma ezekben a számokban, ugye, hogy, és ez talán a legfontosabb, hogy nincsen differenciálva, hogy ebben a hatalmas tömegben, akik meghaltak palesztin oldalon, mennyi a militáns elem és mennyi a nem militáns elem. Tehát úgy van beállítva, úgy van érzékeltetve, mint hogyha 20 000 vagy ki tudja már mennyi áldozat, ugyan egy úgymond egyenértékű áldozat lenne az 1200 áldozattal, akiből tudjuk, hogy döntő többségében civil volt, nem tudjuk, hogy palesztin oldalon döntő többségében civil volt az áldozatok száma. Önmagában a gázai övezetben a civil és a nem civil elválasztása egy hihetetlenül nehézkes folyamattá vált, amit szintén köszönhetünk a Hamasznak, aki civil létesítményeket használ, civil embereket is felhasznál, és pontosan itt jön be a te általad említett segélyszervezetnek a gonoszsága, ugyanis az ENSZ-nek, a palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő hivatala, ez az UNRWA pontos neve. Ez a intézmény már az alapítása óta egy nagyon álságos, furcsa, ellentmondásos intézmény, amit mint részben jogász szeretnék kifejteni, hogy rettenetesen álságos munkát végez olyan szempontból, hogy minden más menekültügyi segélyszervezetnek ugye mi az elsődleges célja, hogy a menekült ügyet, amivel foglalkozik, felszámolja, és már ne legyen menekült, hanem valahova újra beintegrálódott civil társadalom részeként számon tartott embertömegekről legyen szó. Na már most ez minden igaz az UNRWA-ra, mert ő számukra úgy tűnik, hogy amióta 1948 óta kialakult palesztin menekültválság, azóta érdekükben áll, hogy ez meg fennmaradjon, mint egy politikai fegyver a zsidó állammal szemben. Ugyanis, ha a infrastruktúrájukat, a támogatásukat, azt a végtelen dollármilliárdokat, amiket a történelme során kapott eddig, releváns lobbizásra fektette volna be, akkor már más állapotban lennének a menekültek, de inkább ehelyett egy olyan menekült státuszt sikerült létrehozniuk, amit szeretnék kifejezni, újra mondom, jogászként számomra nagyon ellentmondásos, mert nagyon diszkriminatív, pozitívan diszkriminatív a palesztinok felé, sehol a világon nincsen olyan kedvezményezett menekült státusz, senki másra, semmelyik más menekült etnikumra nézve, mint a palesztin. Egyedül a palesztinoknak lehetséges az, hogy nagyon rövid ott élés után, tehát akárha csak pár hónapot élt 1947 környékén az úgynevezett történelmi Palesztinában, illetve ha bármilyen rokoni kötődése volt, és mégis elűzték onnan, vagy elkeveredett onnan, akkor is ezt nem csak, hogy ő maga egy életen át, de még a fiai és az unokái is öröklölhetik egy életen át, sehol máshol sem egyetlen egy menekült a világon nem kap olyan státuszt, hogy amit tovább örökíthetne. De a palesztinoknál ez létezik, és akkor úgy vagyunk vele, hogy ha már ők ilyen furcsa módon működnek, és nekik ekkora nagy, úgy mondhatnám, nemzetközi kegyekben van részük, akkor legalább ez az intézmény innentől fogva tényleg az ő jólétükön dolgozna, de nehezen tudom ezt jóléten való munkálkodásnak tekinteni, amennyiben a ő számukra létrehozott civil létesítmények, amennyiben esetleg csinálnak ilyet, nemzetközi pénzekből, mint a kórházak, iskolák, mecsetek, stb. Ezekben olyan típusú politikai úszítás zajlik, amely időnközönként újra és újra nagyon súlyos erőszakos cselekményekbe torkollik. Említetted a könyveket, Izrael napvilágra hozta, és egyelőre nem okozott túl nagy felháborodást a világ közvéleményében azokat a nyíltan náci és antiszemita jellegű oktatási anyagokat, amelyekben a gázai gyermekek fel kell, hogy nőjenek, tehát nyílt agymosásban, hamaszos terrorista agymosásban kell felnőjenek az ottani fiatalok. Ezek után ugye már szinte nehéz
elválasztani, hogy ki az, aki tényleg militánsként részt vesz bármilyen típusú akcióban. A videók önmagukért beszélnek, hogy amikor megérkeztek a túszok a gázai övezetbe, akkor nem fegyveresek és nem egyenruhás terroristák vették őket körül, hanem az egyszerű civil ruhás emberek őrjöngtek körülöttük. Civilek között vannak elrejtve, civilek között vannak fogvatartva a túszok mai napig. Tehát itt ettől fogva, és különösen onnantól, hogy kibebizonyosodott, hogy legalább egy tucat, de inkább valószínűleg sokkal több UNRWA alkalmazott, nyíltan, egyenesen részt vett az október 7-i vérengzésekbe, az teljesen felfoghatatlan, hogy pusztán azért, mert azóta súlyosbodott a humanitárius helyzet a gázai övezetben, azért újraindították Ausztrália részéről is, az EU részéről is a támogatásokat az UNRWA-nak. Ez egy olyan szintű csúnya politikai lépés, ami azt az üzenetet képviseli, mintha ez a szervezet megkerülhetetlen és létszükséglet lenne, amely nélkül nem lehet a palesztin népen segíteni, miközben a palesztin népnek az egyik legfőbb károkozója és legfőbb kórokozója, hogy úgy mondjam, ez pontosan ez a szervezet. Az, hogy mekkora a kettős mérce, azt azért hosszan lehetne sorolni, hiszen nekem úgy tűnik, hogy valahogy, amikor Izrael és Gáza között van egy kérdés, akkor mindig a válaszlépést kriminalizálják, és nagyon gyorsan elfeledkeznek az előző lépésről. Tehát amikor például falat épített Izrael, azt akkor elfelejtették, hogy hát ez talán azért van, mert akik átszöknek, azok rengetegen követnek el terrormerényleteket, nem pedig egy önkényes akció volt Izrael részéről. És akkor arról nem is beszélve, hogy ilyen fal a világszerte rengeteg ország között működik. Ha más nem említünk, például Egyiptom felé nem mehetnek palesztinok, mert ott is fal van, amit ugye nehéz magyarázni, mert elvileg őket védeni az egész arab világ, most már ugye az Európai Unión túlmenően is. Aztán a segélyekről is kiderül, hogy nem éhínség van, tehát ott vannak a hírek a portálokon, amik kijönnek felmérésekből, hogy nem éhínség van, tehát nem kéne a segélyeket fokozni, hanem azt kéne fokozni, hogy hogyan legyen elosztva, hogyan jusson el azokhoz, akik, tehát rendesen elosztva, nem csak így egy ilyen nagy halomba, és akkor valaki ráteszi a kezét, aki ugye a Hamasz, és nem jut el az emberekhez egyáltalán, és azt, hogy milyen humanitárius helyzet alakul ki Gázában, annak is a súlyosbodását elsősorban a helyi képviseletnek, a Hamasznak lehet köszönni. Tehát megint csak nagyon könnyen ráfogják Izraelre, hogy minden rossz onnan származik, és hogyha az ember ezt így végig gondolná, akkor gyakorlatilag nem is az a probléma, hogy jelen vannak zsidók a közelkeleten, hanem hogy egyáltalán léteznek. Mert ha nem léteznének, akkor ugye ez a probléma nem állna fönt. És minthogyha az emberek nem hinnének a szemüknek, meg a fülüknek, hiszen ezt a Gázában készült YouTube-on is megjelenő videókon ki is mondják, hogy Gázába be se léphet zsidó, miközben Izraelt apartheid állammal vádolják. Tehát én nekem az az érzésem, hogy Izrael, mint olyan, kerül folyamatosan nehéz helyzetbe egyáltalán a léte miatt, és ez most ezekben a válaszlépésekben, amik október 7-e óta bekövetkeztek, a visszhangban pontosan olyan szövegeket hallok, mint amit a Yad Vashemben lehet elolvasni a 10-es, 20-as évektől kezdődően ugye az első termekbe, amik bevezették a kiírtásukat. Igen, nekem régóta az az érzésem kezd kialakulni ebben az egész ügyletben, hogy amit már régóta mondunk, hogy azért a holokausznak a traumáját nem dolgozta fel az európai közvélemény, és nehéz is elképzelni, hogy egy ekkora szörnyűséggel olyan könnyen el tud számolni egy Németország, vagy egy Magyarország, vagy különösen nyugat-európai államok, és éppen ezért most, amióta Izrael már nem a gyenge, kiszolgáltatott koncentrációs táborba kényszeríthető zsidó tömeg, hanem már egy erőszakot alkalmazó, önvédelmet alkalmazó, nagyon erőteljesen növekvő, gazdaságilag erőssé váló ország állam lett, azóta kapnak a lehetőségen, hogy a saját lelkiismereti bántalmaikat, ami akkor
korábbi történelmi bűneik miatt kínozza őket. Kapnak a lehetőségen, hogy egyből mutogassanak újjal, hogy ugye ti sem vagytok különbek a Deák névásznánál, és ti is ugyanolyan rosszak vagytok, hogyha a erőszak, a alkalmazás közelébe kerültök bármilyen módon, és valahogy előszeretettel készek mutogatni, hogy hát Izrael sem különb, amennyiben már állam apparátusa van. És éppen ezért egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, különösen az ENSZ-ben, a közgyűlésben, hogy miközben 100 000 haltak meg Szíriában, miközben tudjuk, hogy milyen nyilvános kivégzések zajlanak teljesen politikai alapokon, Teheránban vagy Riádban. Ennek ellenére a legtöbb politikai elítélő nyilatkozat, úgymond határozat, az a zsidó állammal szemben született meg az elmúlt évtizedekben, ami teljesen nevetséges akkor, amikor tudjuk, hogy más tagállamoknak sokkal súlyosabb emberi jogi indexe van, priusza van úgymond, és én nagyon sajnálva nézem azt a folyamatot, ami részben humanista alapon, ugye a második világháború óta úgymond az underdog, tehát hogy így a gyengébbik feleket szereti előnyben részesíteni a nemzetközi kapcsolatokban is próbál segíteni, de valahogy érdekes módon ebben az izraeli kontextusban úgy működik ez, hogy a palesztin az a arab több milliós duzzadt tömeg, akiknek egyébként a társai több 100 millióan vannak, és akinek a hittársai több mint 1 milliárdan vannak, valahogy ők lettek az underdog, a kiszolgáltatott fél, és a kicsi egyetlen arab tengerben, illetve a muszlim tengerben evickélő zsidó állam lett a bántalmazó nagy fél, és valahogy innentől fogva pusztán azért, különösen 67 után, amikor Izrael igazán meg tudta mutatni, hogy milyen politikai és katonai ereje van, azóta úgy viselkednek vele, mint egy megszálló hatalom. És ugye említetted azt, hogy Gázába beseteheti lábát zsidó, hát ennél sokkal súlyosabb helyzet is van, mert még a vitatott területnek a számos részére, az oszló egyezmények értelmében át területnek nyilvánított judeai, szamáriai területekre se léphetnek be zsidók és izraeliek, kint vannak hatalmas vörösbetűs kiírásokkal, hogy ide izraeli állampolgár nem léphet be, tehát a saját azon államterületükre sem léphetnek be, amit megszereztek. Tudjuk, hogy nemzetközi jogilag mai napig vitatott ennek a státusz, hogy pontosan kihez tartozik, de jelenleg még nem egy szuverén, független állam, másik államnak a része, nem egy palesztin állam része, maximum csak vágyják azt, hogy ez majd egy független palesztin állam része lesz, de így, hogy Nablusba, Betlehembe, Jeninbe, sok más városba, térségbe nem tehetik be a lábukat. Szerintem ez az apartheid, és nem az, amit Izrael a saját társadalmán belül biztosít, ahol akármit parlamenti képviselő is lehet egy szorgalmas arab, izraeli arab ember, akinek állampolgársági jogokat biztosítanak. Természetesen mi magunk is érzékeltük, hogy ezért tudjuk, hogy mi van. Diszkrimináció, vannak nehézségek egy különösen olyan társadalomban, ahol az etnikumok nem csak, hogy különállóak, de kifejezetten egymásnak feszültek történelmileg, az ilyen együttélés mindig bajos és mindig nehézkes, de hogy Izrael pécézzük ki apartheid államként, az egy történelmi abszurd nekem, és nagyon sajnálom azokat, akik a legmagasabb politikai szinten is képesek ezt elhinni. Meg vagyok döbbenve a dél-afrikai köztársaságnak a képmutató teljesen aljas támadásain, amelyeket végez az Egyesült Nemzetek Bírósága előtt Izraellel szemben. És nem meglepő, hogy Írország teljes támogatásáról biztosítja, és gyakorlatilag mellé állt. Azért Dél-Afrika és Írország között kellene legyen annyi különbség, hogy belátásban legalább, és úgy tűnik, hogy egyáltalán itt megszűnik. Tehát ha Izraelről van szó, akkor ez megszűnik. Hát ugye az európai, nyugat-európai országoknál van egy óriási probléma, hogy még hogyha nem vagyok benne biztos, hogy így döntenének, de ha esetleg maguktól amúgy jól döntenének a politikai vezetők, olyan társadalmi elemekkel kell a saját országukban szembenézzenek, akár több százezres, hanem milliós tömegekkel kell szembenézniük, akik ezen mélységesen felháborodnak, és akár kell az utcákra vonulnak és lángba borítanak mindent. Tehát
szorult helyzetbe kerül most a nyugat-európai politika, mert London is azzal szembesül, hogyha esetleg valamilyen módon cionista jellegű lépést tenne, akkor azonnal százezrek egy pillanat alatt mozgósíthatóak a londoni utcákon. És azért ezzel számolniuk kell, nyilvánvalóan ez már too little too late, tehát már késő ezen nagyon aggodalmaskodni, mert lehet, hogy bizonyos államokban el van vetve a kocka, ha az ember beenged olyan elemeket, amely az ő kultúrájával teljes mértékben szembe megy, és azt le akarja építeni, amelyben én nem akarok minden egyes menekültet belekényszeríteni, nem a menekültekről van itt szó, hanem kifejezetten migrációs típusú tömegekről, akiknek esze ágában sem volt soha integrálódni ezekbe a társadalmakba, vagy akiknek a szülei lehet, hogy integrálódtak, de a gyerekeiket újra radikalizálták, már a második, harmadik generációs bevándorlókat. Na hát ezekkel van a probléma. Kulturális és vallási háború dúl, amelyet a materializmusban teljesen kirúgozott nyugati vezetők továbbra is nem hajlandóak elismerni, hanem csak politikai és területi vitákként akarják értelmezni, és azt gondolják, hogyha itt területi konceszciók történnek, Izrael felad bizonyos újabb területeket, akkor most már tényleg béke lesz, stb. És nem veszik figyelembe, hogy ordítják a képükbe maguk az arabok, maguk a muszlimok, hogy soha nem fognak semmilyen területi engedménnyel megbékülni, mert az, hogy a folyótól a tengerig, az egy elég egyértelmű állásfoglalás, hogy soha nem fognak elismerni egy molekulányi kis zsidó államot sem azon a területen, amit ők Palesztinának hívnak, amit mi Szentföldnek vagy Izrael földjének hívunk, amit, tehát így nem arról van szó, hogy még kivágunk-e egy bizonyos karét Judeából és Szamáriából, és azt odaadjuk, és esetleg a telepekre visszavonulnak. Nem teljesen értem, hogy akik látták 2005-ben a gázai kivonulást, és most annak a folyamatát és következményét látják a 2023-as évig, vagy 24-es évig, bezárólag azok miért gondolják, hogy a területi alapú konszenzió bármilyen szempontból ez segítség lenne. Ez szerintem egy nyilvánvaló politikai vakság, vagy ez, ami szintén életveszélyes, vagy pedig egy szándékos ignorancia, egy tudatos ellehetetlenítés a zsidó államnak. Én nekem az az érzésem, hogy inkább ez a gonosz forgatókönyv kezd kibontakozni, amely egyértelműen az Egyesült Államok politikájának a megváltozásában mutatkozik meg, mert az, hogy ez egyetlen stabil szövetségese Izraelnek kezd kifarulni Izrael mögül, és most már engedték a tűzszüneti kényszer határozat megszületését azáltal, hogy tartózkodtak a biztonsági tanácsos szavazásban, illetve hogy Biden elnök most már olyan nyilatkozatokat tesz, hogy akár egyoldalúan is kész elismerni egy palesztin államot. Ez egy olyan szintű paradigmaváltás a 21. századi történelemben, amire nem sok példa van ekkora nagy fordulatra, és hogyha Izrael elveszíti az amerikai támogatást, nem csak olyan szellemás módon, mint az Obama kormányzat alatt, hanem olyan teljesen nyílt módon, mint amilyenről most papol a Fehérház, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy fordulat jön, és kérdés, hogy Izrael ez alatt a kényszer alatt, vajon milyen kompromisszumokat kell ezt kénytelen meghozni. Akkor nem is tudom, igazából kit érint rosszabbul a kettős mérce, hogy lehet, hogy aggódni, akkor inkább Európáért kell, vagy hát Amerikában én azért várom a folytatást, hiszen hamarosan választások lesznek, és még azért a felmérések szerint 75% vagy 85% az amerikaiaknak, most nem emlékszem pontosan, továbbra is támogatná Izrael, tehát ugye itt a vezetésen fog múlni, de nagyon érdekes valóban, hogy olyan szintű tökéletességet várnának el Izraeltől, tehát hogy bármilyen kis hiba az rögtön megkérdőjelezi egyáltalán a létüket, hogy valóban fölveti annak a kérdését, hogy nem a létezésétben akarják-e fenyegetni, hiszen ebben burkoltan benne van az, hogy ha már léteznek egyáltalán, akkor viselkedjenek úgy, mintha nem léteznének, tehát hogy ne zavarjanak senkit. Van egy olyan kettős mérce is, ugye erre visszatér, hogy a telepeseket vádolják szintén agresszióval. Ehhez persze nagyon sok rakétatámadást és nagyon sok terrorcselekményt kell figyelmen kívül hagyni a palesztinok részéről, de hát ugye ők koncentrálnak erre, akikre el lehet mondani, hogy a telepesek gyakorlatilag minden 150. támadásnál
veszik igazából zokon, hogy most már talán akkor ellen kéne állniuk, na akkor rögtön le is csapnak, hogy ugye, hogy erőszakosak vagytok. Tehát ez a kettős mérce lehet, hogy ebben az összemosásban is megnyilvánul, ahogy lehet, hogy kicsit sántít a példa, de Magyarországon is van ugye az a felvetés, hogy hát ha migrációt ellenezzük, akkor hogy létezik az, hogy vannak itt vendégmunkások. Én meg úgy látom, hogy a kettő az két különböző kategória, tehát nem arról van szó, hogy amit te is mondtál, hogy nem a bevándorlással van a probléma, hanem azzal a migrációs hullámmal, ami mindent átír. Tehát, hogyha mikor ezeket elkezdik összemosni, attól kezdve minden álláspont nagyon nehezen védhetővé válik, és hát az izraeliek ebben élnek, mióta élnek gyakorlatilag. Mit lehet vajon ezek után lépni, vagy hogyan tudod fölfesteni mondjuk a közeljövőt, hiszen már belpolitikai feszültség is ismét kialakult Izraelben. Pontosan, amit említesz, a telepesek körül van az egyik legnagyobb belpolitikai feszültség is. Látszik, hogy maga az izraeli társadalom is megosztott annak kapcsán, hogy most mi legyen az úgynevezett megszállt területekkel, inkább úgy szeretem megfogalmazni, hogy a vitatott területekkel. Ez már önmagában kettős mérce, amikor megszállásról beszélnek, úgyhogy igazad van, hogy kijavítottad. Tehát hogy az a baj, hogy minden név érzékeny, ugye maga a terület, ahogy nevezik, valaki Cisjordániának, valaki nyugati partnak, valaki Judeának és Szamáriának, és mindegyik politikailag egy töltettel rendelkező kifejezés. Ebből is látszik, hogy mekkora szerintem materialista alapon nem megmagyarázható, úgymond őrület van ezen a helyen. Tehát kifejezetten azért szeretném megjegyezni, ha már ebben a rádióban beszélünk erről, hogy a bibliai területeknek, a magterületekről van szó, tehát amely nélkül nincsen zsidó állam, amely nélkül nincs Izrael, és látszik, hogy az izraeli társadalomon belül is óriási a szakadás, hogy szeretnék-e azt a bibliai típusú nemzetet helyreállítani, vagy egy teljesen materialista, szekuláris alapon egy nemzetállamot akarnak építeni, liberális demokráciát szeretnének építeni. Ezt már ugye a gázaiak ugye az említett kis utóbb beszélgetésekben elárulták, hogy hát a zsidók menjenek vissza oda, honnan jöttek, és hát hogy honnan jöttek, hát Európa küldözgette őket ide. Hát ez egy érdekes történelmi szemlélet, mert ugye jelentős része a cionistáknak, akik oda menekültek, vagy hát egy része az a holokauszt romjaiból menekült oda, egy másik részük, hogyha már így mondják, hogy kiküldözgették őket, az arab nemzetek küldözgették őket, akkor menjenek vissza Irakba, Iránba, Marokkóba, Egyiptomba, több százezer ember lett hontalan 48-as államalapítás után, mert a Izrael állam megalapításakor az izraeli államok annyira, vagy az arab államok annyira megharagudtak a nemzetközi közösségre és különösen a zsidókra, hogy kitaszították magukból a saját maguk meglévő több évszázada virágzó És hát nem adtak nekik útravalót, tehát azt mondták, hogy a földház vagyon marad, ti pedig örüljetek, hogy mehettek. Igen, kb. Amit így fel tudtak cokmokolni rövid időn belül, azt vihették, nem nagyon vihettek mást, sokan semmit nem vihettek, és ezért szeretném jelezni, hogy ez pontosan egyenesen arányosan zajlott a palesztin menekültválság kialakulásával, csak erről ma már nem beszélnek, mert ugye volt egy állam, ami készségesen befogadta ezeket az embereket. Körülbelül 800 ezer menekült zsidóról beszélünk, és ez még most nem is a holokauszt áldozatok, ez semmi köze ez, ez csak az arab államokból kitaszított menekültválság. De Izrael azonnal pár év alatt beintegrálta őket, külön telepeket épített nekik, blokkokat épített nekik, az egész állami infrastruktúrára elképesztő terhet róva megoldotta, hogy beépítse ezeket az úgynevezett mizrahi zsidókat, keleti zsidókat, és ez az, amit megtehetett volna bármelyik más arab állam felől a palesztinokkal. De helyette falat emeltek, hogy nehogy át tudjanak jönni. Igen, és nem csak, hogy falat emeltek, hanem utána azokat a területeket, amiket elfoglaltak, mert azért ne felejtsük el 1948-49 és 1967, tehát az izraeli függetlenségi háború és aztán a hatnapos háború közötti évtizedekben a gázai övezet egyiptomi kézen volt, az úgynevezett nyugati partát, a ma megszállt, Izrael által megszállt területeknek számon tartott terület, beleértve Kelet-Jeruzsálemet, jordániai megszállás alatt volt. Tehát én a 67-et nem megszállásnak, hanem felszabadításnak tartom egy megszállás alól,
és megdöbbent engem az, hogy már mindenki elfelejti, hogy micsoda körülmények voltak ott. Hát a jordániaiak gyakorlatilag elpusztították Jeruzsálemnek a zsidó negyedét, lerombolták az összes zsinagógát, kiüldözték onnan az utolsó zsidót, Gázában sem maradhatott senki, szóval egy egészen megdöbbentően etnikai tisztogatás alapú, súlyosan rasszista, mélységesen gyűlöletteljes apartheid rendszerek jöttek létre, de mi nem jött létre? Palesztin állam, mert az nem volt nekik fontos. Tehát ha valamikor, akkor 1949 és 67 között létre lehetett volna hozni ezeken a területeken egy palesztin államot, de ez az arab országoknak, államoknak akkor egyáltalán nem volt érdeke. Mint ahogy most sem menekítik magukhoz azokat, akik segélyre szorulnak, hanem helyette megduplázzák, megtriplázzák az Európai Uniós segélyeket, ellenben egyetlen egy sem mehet át se Egyiptomba, se Jordániába. Így van, meg Jordánia volt ez, aki talán a legtöbbet befogadta. Jordánia pont azért kerül most satú helyzetbe, mert a lakosságának jelentős része palesztin, tehát gyakorlatilag egy palesztin államról beszélhetünk, amelyet egy nem palesztin, hanem egy hasemita királyi család igazgat, próbál igazgatni, de bármely pillanatban az az igazság felrobbanhat, de pontosan ezért Izraelnek érdeke, hogy megmaradjon ez a hasemita királyság legalábbis egy darabig még, hogy azt az elképesztő embertömeget, ami ott felgyűlt, részben gyakorlatilag az ENSZ-nek köszönhetően szintén mindenki kb. Menekült ezek közül, még olyan is lehet menekült, akinek amúgy van már más állampolgárság, az is lehet menekült, csak ezt így még hozzáteszem a előző diskurzushoz, tehát hiába kapott valaki Amerikában, vagy Jordániában, vagy valahol máshol konkrétan állampolgárságot, attól ő még megmaradhatott palesztin menekültnek, innentől fogva nem teljesen értem ezt az intézményt, hogy mi a menekült. Egyértelműen nyíltan látszik, hogy ez egy fegyver a zsidó állammal szemben, hogy bárkinek igazából fenntartjuk ezt a lehetőséget, hogyha akar egyszer majd visszatérhessen, csak nehogy legyen ott egy, hát mondjuk ki, egy bibliai jellegű zsidó állam, ami bármilyen szinten hasonlít ahhoz, amit az Ószövetség lapjain olvasgatunk, vagy akár az Új Szövetség lapjain olvashattunk. Szóval az igazság, hogy egy óriási kultúr- és vallásháború zajlik, amiben a legfőbb érdekek az ellen vannak, hogy Izraelben egy olyan egységes terület jöjjön létre, amely bármilyen szinten hasonlít ahhoz, ami bibliai, és ebben a főszereplő ugye Jeruzsálem, ennek az egységét akarják mindenképpen megbontani, a felét le akarják választani, és egy palesztin fővárossá akarják tenni, természetesen a legfontosabb területeket beleértve, a korábbi zsidó főváros mag területét beleértve, egy palesztin fővárossá akarják tenni, akiknek gyakorlatilag sok történelmi köze ehhez a helyhez nincsen, az az igazság, csak akkor, hogyha nagyon tág értelemben a muszlim szellem testvéreiket is, tehát az összes törököt, mamelukot, ajubidát, fatimidát, mindenkit beleértve őket egy nagy családként kezeljük, akkor esetleg bármilyen módon a szellem történetbe beilleszthetőek, de ez egy nagyon mesterséges és nagyon álságos tevékenység, de természetesen a nemzetközi közösség kész erre, kész ezt megtenni, kész a templomhegyen lévő mecsetek palesztin szentélyeknek tekinteni, egészen addig, amíg lehetőleg a zsidó állam teljesen ellehetetlenedik. És közben a zsidó nép pedig a vélemény ugye Gázában az, hogy menjenek vissza oda, honnan jöttek, mert ugye ehhez a földhöz nekik nincs közük. Európai Unió pedig táplálja azokat az intézményeket, amelyek rakétákat lőnek ki rájuk, túszulejtik őket, illetve minden módon terrorcselekményeket hajtanak végre kisebb-nagyobb spektrumon. Tehát kicsit tartok tőle, hogy tágul ez a kép, amit a Yad Vashem-be az ember elképzel, hogy nincs hova menni, csak éppen ugye most már, amit pontosan a szemükre is vetnek, megvédik magukat, és ez a legfőbb bűnük, hiszen egyébként ugyanaz a sors betődne föl. Amit te elmondasz, ez egy olyan történelmi szemlélet, egy olyan történelmi tények, amelyek nem kapnak helyet a történelem oktatásba sem, a történelem szemléletben. Talán ezért is van ekkora jelentősége, hogy közel-kelet kutató vagy, hiszen itt már a valóságot, a tényeket kell kikutatni, a többi az narratíva, sőt, erre talán joggal mondjuk, hogy propaganda. Igen, én nagyon szomorúan szemlélem azt, hogy most már komolyan milliós tömegek nyilatkozatait lehet látni a televízióban, interneten arról, hogy tanúságot tesznek a saját történelmi ismereteik hiányáról, tehát a Palesztina, mint államnak, mint nemzetnek a létezése,
és ennek a cionizmus általi elpusztítása 1948-ban, és a most benyújtott igény, hogy ezt állítsuk helyre, ez egy olyan szinten történelmietlen kívánalom, amelyet csodálok, hogy még nem csavart le senki, hogy gyerekek, olyan, hogy Palesztina, ez maximum egy geográfiai elnevezésben létezett. Egyébként szeretném jelezni, hogy miután a rómaiak ezt a nevet adták ennek a területnek a 130-as években, Hadrianus császár idejében, utána ez a történelem feledésében ment, és a muszlimok nem így nevezték. Tehát a muszlim korai források egyértelműen Bayt al-Maqdisnak nevezték Jeruzsálemet, vagyis teljesen átültették a héber Beit Hamikdás, tehát a templomra és a salamoni szentélyre utaló elnevezését ennek a városnak. Egészen, amíg a brit gyarmatosításban nem jön a képbe, az, hogy Filasztin, Palasztina, ez egy feledésbe merülő elnevezést, tudjuk jól, hogy a Bibliából is ismeretes filiszteusokra alapozták a rómaiak ezt a cinikus elnevezést, olyan, hogy palesztin etnikum, olyan, hogy palesztin nép, ez a 20. századnak a kreálmánya, az az igazság, ez egy nagyon is kevert, nagyon vegyes arab, részben arab, részben nem arab társaság, akikre egyébként szeretném megjegyezni, ez is egy olyan, ami egy külön kutatást megérdemelne, hogy azért miközben zajlik a cionista bevándorlás, zajlik pontosan ezzel párhuzamosan egy kőkeményen erős és mesterséges, felülről irányított arab bevándorlás is erre a területre. Tehát amikor érzékelték, hogy a zsidók tömegével költöznek be, akkor elindult az arabok részéről is egy nagy bevándorlás. Azért, ezért van az, hogyha valaki megnézi a 20. század elején készült fényképeket, például a Jeruzsálemről, vagy Ramallahról, vagy Nablusról, olyan területekről, amik ma óriási palesztin konglomerátumok bizonyos részeken, gyakorlatilag, jó, mondjuk Nablus nem annyira, de hát Ramallah is, Betlehemnek is a muszlim részei, pici kis településkecskék, pár ezer ember, pár tízezer ember, stb. Szóval én nem azt mondom, hogy nem voltak itt palesztinok korábban, vagy arabok itt korábban, senki nem vitatja ezt, csak arról beszélek, hogy a palesztin részről is van egy mesterséges bevándorlás, egy tudatos népességfelduzzasztás, hogy úgy tűnjön, mintha. És ez a mesterséges identitásképzés, ami zajlik, igazából a beduin kultúrát, a helyi arab kultúrát próbálja kisajátítani, és úgy eladni, mintha lenne egy külön ilyen etnikum, hogy palesztin, miközben az ugyanilyen típusú mesterséges elválasztásokkal szemben nagyon sok iszlamista amúgy harcol, hogy őt miért nevezzük őt egyiptominak, és őt miért nevezzük irakinak, és miért nevezzük szírnek. Nincs ilyen, mert egy umma van, muszlimok vagyunk, de érdekes, amikor Izraelről van szó, akkor nyugodtan lehet így elválasztani, hogy van olyan, hogy palesztin. Szóval rengeteg sebből vérző, rengeteg ponton támadható dolog ez. Engem legjobban az zavar, hogy konkrétan arabok és muszlimok tömegei vallják azt, hogy volt olyan, hogy Palesztina, itt volt egy ilyen ország, és amikor megkérdezik őket, hogy oké, de akkor mondj már egy miniszterelnököt, vagy elnököt, vagy királyt, aki ebben az országban uralkodott, akkor semmit nem tudok mondani. De annak ellenére, hogy nem mindenre kiterjedő a történelem tanításuk. Nem, de csak az identitásra. Hagyján, mert hát tudjuk jól, hogyha ilyen gyakorlatilag Mein Kampfból tanulnak szegények sokan, különösen Gázában, akkor miért lenne több? Inkább az a szomorú, hogy olyan szintű az agymosás és ez az a hamis identitás képzés, hogy amikor rávilágítanak nekik arra, hogy valami nem úgy van, ahogy van, akkor sem hajlandóak megváltoztatni az álláspontjukat, mert abban a koordinátorrendszerben egyszerűen képtelenek gondolkodni. És ezért van egy óriási szükség nem csak az ismeretek átadására, hanem nagyon elgondolkodni arra azon, hogy bizonyos kulturális és vallási rendszereknek komoly reformra lenne szükség, mert a történelmi távlatból kiragadott kalifátus gondolat újra való felépítése, ez sehogy sem összeegyezthető a mai modern társadalmi rendszerekkel, a nemzetközi kapcsolatok rendszerében nem illeszthető be, szóval azért, mert valaha ez muszlim föld volt, ez nem feltétlenül kell egy statikusan örökké az legyen. Ha ilyen alapon gondolkodunk, akkor igazából Budát is visszaadhatnánk az ottománoknak, amitől Isten őrizzen. Csak úgy jelzem, hogy azért vannak itt komoly történelmi anomáliák, amikben gondolkodni kell, és az, hogy a történelmi tényeket tagadják, az a legsúlyosabb bűnök közé tartozik szerintem, mert magukat a palesztinokat, vagy a palesztin arabokat, muszlimokat, ezeknek a tömegeit, milliói tévesztik meg, és lovalják bele őket egy olyan politikai téveszmébe, egy olyan utópiába, amit igazából
nagyon is tudatosan használnak bizonyos háttérelemek, semmi másra, mint a saját, mondhatnám, náci vagy antiszemita, mindenki biblia és istenellenes, káromló világnézeteiknek a kibontakoztatására, amelyben nem férj el, hogy bármilyen módon a zsidó nemzet az helyreálljon, és egy, mondhatnám, profetikus értelemben újra ott legyen a térképen. Minden esetre figyelemmel kell kísérni ezeket a nemzetközi szervezeteket, hiszen ezek a mi adónkból működnek, és nem mindegy, hogy milyen történelmi tényekre alapozzák a támogatást. Úgyhogy nagyon támogatjuk a ti kutatásotokat, mert szükség van ezekre a tényekre ahhoz, hogy azt lássuk, ami a valóság, és ezt nagyon nehéz most látni. Nagyon köszönjük. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm a beszélgetést Úrjáni Dávidnak.